A 19. percben ismét a borsodiak vezethettek támadást, Ugrai tette át jobbra Nonónak, aki felnézett, középre tette a labdát, Szarka elől azonban Kecskés még ki tudta csúsztatni, aztán Ugrai ismét megtalálja középen Makrait, vezet a Diósgyőr 1-0-ra. Nagyon egyedül hagyták a DVTK támadóját, az újpesti védők óriási hibát követett el a lila-fehér együttes hátsó alakzata. Itt jön Ugrai Roland, aki nagyon szépen középre passzolja. Makrai teljesen egyedül van, és Kálnoki Kis még bele tudott kotorni egyet, de Makrai a gólszerző. 1-0-ra vezet Mezőkövesden, tehát Bódog Tamás csapata. Nagyon üresen maradt a támadó.